Az én szülőföldem egy kicsit északabbra van innen, Csángóföldtől, a Székelyföld. Magam Uzonban születtem, Háromszék megyében. Édesapám Felső-Háromszékről, Dálnokból került ki, de itt is voltak rokonaim, Zajzomba, Tatrangon, és tanítónő nagynéném idejött férjhez. Nagyanyám, nagyapám itt éltek, itt vannak eltemetve Zajzomba. A Csángó vidéket, a Csángó világot mindig érdeklődéssel tanulmányoztam. Minden nyarat diákként annak idején 1940 előtt itt töltöttem. Úgyhogy hát belülről ismertem meg a Csángók világát, életét. Persze hozzáteszem azt is, hogy a feleségem véletlenül úgy alakult, hogy szintén Csángó, hétfalusi Csángó, Bűrkeret, Tatra, Zajzomi, de Bukarestben ismertem meg. Utoljára a diktatúra utolsó esztendejében, 1989-ben voltam, mikor áttelepültem Magyarországra, és mint egy búcsút vettem emberektől, barátoktól. Kovásznai Miklós nekem diákkori osztálytársam volt, és később is figyeltem végig az életét. Itt a Csángóföldön, Csernádfaluba, legendás tanító, népnevelő, színjátszás szervező volt. 92-es választásokkor például szenátor jelölt volt, tudta jól, hogy nem fog bekerülni a számarány miatt, és a választók nagy száma jelezte, hogy a magyarság itt a Csángóföldön még milyen nagy arányban van jelen. Itt hol van-e a gazda? Apám, el nem álljulok! Ha el nem álljulok! Szerusz, Gyuri! Hát szevasz! Hát szevasz, kovább! Az itt állod! Jó vagy, Gyurika! Milyen rég nem láttalak! És hogy vagy? Kérlek, egy Csángó filmet csinálni. Igen. És róla eled is akarunk beszélni. Igen. Tessenek bejönni. Most fejeztem be a borotválkozást, és lássam, hol van az én barátom. Gyurika! Gyere, de várlak! Na, gyere, öregem, hát hány éve ismerlek én tégedet? Hát, én gondolom, hogy 55 körülbelül. Első gimnazista korunk. 55 éve van, és itt nálam jártál utoljára. Igen. A 80-as évek végén. De az előtt sokszor. Kifancigolták Kolozsvárra. Úgy van, pontosan. Nekünk osztálytársunk volt a Lékás Domokos. És hova jártak? A Mikó kollégiumban, Szent Györgyön. A bennlakásban együtt, még a szobában voltunk. Is aludtunk együtt. Igen. Egy padban is ültünk, és én elmondok egy érdekes esetet. Egyszer te jössz, menjünk francia óra Schuller tanárulra, és a füzetem alá bedugsz egy füzetlapot. Azt mondja, Miklós, olvasd el ezt. És én eléveszem,
és olvasom. Az volt a te első versed, amit életedbe írtál. Nem és, írtam már, azóta se írok verset. De akkor írtál egy verset. Akkor írtam. És Schuller észrevette, és engem kihívott, én olyan négy fenekest kaptam. Jó, és megjelent a Székely Népbe a vers. Azt igen, emlékszem. Emlékszem. És akkor megint mentünk, dobos tortát ettünk ott, milyen cukrázat. Te mióta tanítasz? Én kérlek szépen, 1948. december 16-án neveztek ki ide tanítani Hosszúfaluba. Hát ez a négy falu, itt egyben van, az egy város most. És akkor most 53-52 éve szálltam le a Csángó Expressről, arról a bizonyos kis vonatról. Én Székely, kimondottan Székely ember vagyok, angyaloson származtam, Sepsiszentgyörgy melletti község, Berecz felé, hogy menjünk az első állomás. Ott volt édesapám földbirtokos angyaloson. Én nem akartam soha sem tanító lenni. Én úgy estem bele, édesapám mindenképpen azt akarta, hogy én mezőgazdasági mérnök legyek, hogy az ő gazdaságát folytassam, a mintagazdaságát. Apám azt mondja, hogy fiam, te nem maradj itt, mert ha minket elvisznek, akkor legalább te gyere utánunk, s adj egy darab kenyeret nekünk a börtönbe, vagy hol leszünk. És akkor én érdeklődtem, hogy hova mehetnék. Becsei Pali bácsihoz megyek, azt mondja, Miklós, azt mondja, téged kineveznek Borosnyóra, Uzomba, a legjobb Székelyfaluba. De hogy te oda megjelens, meg tudják, hogy te Kovászné Jánosnak vagy a fia, téged rögtön kirúgnak, azt mondja. De én most voltam négy faluba, és ott megalakultak az új magyar iskolák, és ott tanító emberre van szükség. Menj oda, ott nem is ismerik, hogy ki volt apád, mert ugye a határ ott volt, ott már megszűnt. És akkor én így jelentkeztem, hogy... És akkor így kerültem ide. Hogy fogadták a Székelyt benned itt? Hát a Csángók. Szóval először úgy tartózkodással fogadták. A székelységet azután kezdték ők becsülni, és nem is ismerték. Ők a regált fele ismertek mindenben. Arra jártak állam. A szekeresség, a cseléd sorsa, az építészet, tehát a fél Bukarestet és Brasót ők építették. Kérlek szépen, és olyan idegenkedéssel fogadtak minket. Tehát egyszerre jöttünk ide, vagy 40-en. Székelyek. A hamis képük volt a székelyekről. Hát igen. És tudod miért? Azért, mert azok az asszonyok, akik itt maradtak nyáron, azok nem tudták lekaszálni. Rengeteg kaszáló volt itt az erdőkbe fél. Nem tudták lekaszálni. Hát fogadtak kaszásokat. És akkor három székről, akinek nem volt munkája, az a kaszát a vállára vette, és a tarisnyát a kaszafenőkővel, és a merendével, ahogy mondják, az élelemmel. És jött ide, ahol a szobor van, ahol volt a régi Csángó szobor. Ott kérlek szépen, oda megálltak, és reggel mentek az öreg csángók, akik nem tudtak elmenni házat építeni, és kiválasztották, akit vittek magukkal kaszálni. És akkor felmentek a legelőre, ott kaibát csináltak, ott aludtak, ott esetleg most háromszékről kijött el, például angyalosról. Az, aki Kovászné Jánosnak nem kellett. Felelt meg, mert nem volt becsületes munkás ember. Igen. És minden faluból, Uzombos, Nagyborosnoros, mindenne. Ide az jött el. Tehát a gyengébb székek jöttek ide. Na most itt esetleg összejöttek az asszonyokkal, jött egy esős idő, be kellett jönni a faluba, az istálóba aludtak ezek a székely emberek. Reggel, amikor az asszony kelt fel, a lovaknak a hámjával a székely elhúzta a csikot. Igen, elhiszem. Ilyen, és ezért egy olyan nagyon-nagyon csúnya előítélet volt a székelyekkel kapcsolatosan. Ez a csángó eredet, hogy mi az, hogy gyimesi csángós, moldovai csángó és... Dévai. Vagy hétfalusi csángó. Amikor a fekete templomot kellett építeni, amikor a tatárhányást itt kellett csinálni, a betörések ellen a tömösi szorosba, és Brassót kellett építeni, akkor mesterembereket kellett toborozni. Itt helyben nem voltak, és akkor elmentek a székelyi földre, és toboroztak mesterembereket. Azokat elhozták ide, a 100 önkormányzóság az nem igen engedte be a várba őket. Letelepítette őket a várfalon kívül, és reggel mentek, és építették ugye annyi éven keresztül a templomot és a várfalat. Azért van az, hogy minden csángó családba, ha visszamenjünk, a férfiaknak nagy százaléka ács és kömves.
Ez valóban így. Ez így van. Na most már ők azután az asszonyok ugye itthon maradtak a faluba, a férfiak elmentek a városokba építeni. A fél Bukarestet ők építették. Tessék! Kedély csókoló! Jó napot kívánok, Isten! Szervusz, Mancika! Szervusz! Szervusz! A csókoló! A legjobbakat kívánom! Emlékszik még rá? Bukarest! Szervusz, szervusz! 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 Tessenek hát helyet foglalni valahol? A munkái elő vannak szedve. Készül igen, valahova? Igen, készülök a Szent Mihály napra. Kiállításom lesz. Az ősi ruhába leszek beöltözve, a hámosrokolyába. Vagy önnék? Nem, a hámosrokolyába. Hámosrokolyába. Amit én magam szőttem, vartam, az iskolának is igen, csináltam 10 ruhát annak idején. Két versem is van hónapra. Igen. Verseket is írok, amit fogok szavalni. Aztán megnézzük az hónap, hogy fog megtörténni az egész. Na, nagyszerű. Igen. Most itt készülök itt varrottasokkal, a szőttesekkel. Ezeket mind szépen a bölcsőbe rakom, mivel ottan tudom a legjobban szállítani. Ez csángó viselet? Ez igen, igen. Andris baba és... Nem Andris. Hogy? Ez itt csak... És ez a vál... Ez a hámos ruha. Hámos ruha? Ez a hámos, ugye? Igen, ez az ősi ruha. Igen, hámosok olyan van. A magyar néprajzban sehol sincs. Nincs. Amerikai Judit volt itt, és megállapította, hogy az kimondottan négyfalusi csángó viselet. Igen. Kezdjük ott az alsó nemitől, a régi típusú alsó nemű, a butikó, fehér harisnya, száros cipő, télen csizmát viselnek. Akkor van egy pendelyes ingúj, itt van, ez egybe van az ingújjal. Akkor van egy alsó szoknya, és van egy felső szoknya, és a felső szoknya, aztán a kötény, ez a hámos rokoja. Ez az egész bőség ebbe a két gyeplőbe van beszedve. Na aztán a négyfalusiak kiváltok a fiatalok fehér mellényt, fekete sújtással, de nem vitézkötéssel. Nálunk nem volt vitézkötés. Egyszerű volt az egész minden. Na mostan egy lábra szabott lábbelit viseltek. Egy lábra. Azért este így húzták le, így keresztbe, és mindig így, azért, hogy ne kopjon a sarka se jobbra, se balra, akinek el volt kopva a sarka, az egy élhetetlen, lusta ember volt, erről is számít. Nagyon érdekes harisnyája van a Jánosnak, egy lábra szabott, sehol elvágva. Ez kinek van? Nincs senkinek, csak nekünk. És nagyon ügyesen, spórolósan szabtak, ez az egyenes darab kettőbe volt hasítva, akkor ez a spic be van ide téve, ez a betét, háromszög betét, úgyhogy semmi el nem kallódott. Az a keskeny. Igen. Más, hát amit megszűrtek, az egy ilyen keskeny 40-50 centis. Nem, több volt. 50-55 attól függ. Azt úgy csinálták, hogy egy darab igen, nem veszett el a bort. Nem. Mind felhasználták. Ezeket a holmikat én magam vartam. Pirossal volt tisztítve a csángó szoba.
Magdó János doktor lakásában vagyunk, nyugalmazott főorvos, aki hát a gyermekgyógyászatban is külön specialista, hát mondhatom legendás orvosa ennek a hétfalunak, ugyanakkor történészként is kiváló, állandó kutató embernek ismertem meg, népművészet, történelem és hasonló tárgykörökből. Első kérdésem az lenne, hogy hát kik ezek a csángók, hogy kerültetek ide az őseitek? Miért nevezik csángók? Az Árpád-házi uralkodóink a 9-11. Században erre a vidékre besenyőket telepítettek. Erre természetes helynevek is utalnak. A besenyő népcsoport, ez feltételezem, hogy kis számú lehetett, és körülbelül a 12-13. Századtól székely határőröket hoztak be, amelyek rátelepedtek az itteni, már itt lakó besenyő népcsoportra. Ezt azért hangsúlyozom ki, egyrészt azért, mivel ennek a népcsoportnak, most nem vitatkozok erről, mert nem vagyok történész, hogy ez besenyő volt, vagy kun volt, de minden esetre a kultúrája megmaradt. Megmaradt a szőtteseinkben, megmaradt a varrottasainkban, megmaradt az eredeti faragott motivumokban. Megmaradt, amit én megtaláltam a 60-as évek elején, kapaszkodjál meg, Gyuri, fehérbe temetkeztünk. A székelyek rátelepedtek, tehát hogy egy nagyobb népcsoport egyszerre jön a székely például, az hozza a kultúráját, táncait, énekeit, mindenféle szokásait, a bölcsődaltól a temetkezésig, ezek nincsenek meg, azok, amik Székelyföldön megvannak. Tehát az a népi kultúra, amit még ma ápolunk, ez az előző, mondjuk így, hogy letelepített népnek a kultúrája. És ez magyar nyelvű népség volt? Szerintem magyar nyelv, biztos magyar nyelvű népség volt. Mert erre utal Tatrosi Bálint krónikája, ami nem régen került elé Szebenbe, és amely Tatrosi Bálint leírja, körülbelül 1542-ben, hogy az apám Kunfaluban halt meg a Torokban. Hát kérem szépen, a Torok nem volt más, mint a Kárpát-kanyar. Feltetted azt a kérdést, hogy honnan hívnak minket csángóknak. Hát én erre nagyon röviden annyit, hogy én úgy tenném fel a kérdést, hogy mikor jelent meg ez a szó, hogy csángó az irodalomban, a történelemben. Nagyon későn, valamikor 16. században. Amint említettem, a népi kultúránkban a szőtteseink, és most meg kell fogni a hámos rokoja, a női régi viselet, a csepsztől elkezdve a varrottasaink igen nagy hasonlóságot mutatnak a keleti rokonainkkal. Saját magam a Leningrádi Múzeumban láttam olyan szőttest, amelyek mintha tőlünk vitték volna oda. Meg kellene nézni a Kazaksztánba elszármazott magyarok, akik ma is magyar nemzetiségűnek vallják maguknak, hogy annak az őskultúrája milyen, ott is hasonló szőttes darabok kerültek elé. A mi családunk eredetileg székely, berecki eredetű a magdók, és kérem szépen pusztinán van magdók. Tehát ugyanabból a népcsoportból, persze, hogy átmentek Moldovába az ott élő magyar rokonaikhoz. Berecki származású, bereckiek. Bereckiek. És nagyon sok név, családnév, ha megnézzük az akkori családneveket, találnak a régi itten lakó nevekkel. Tehát onnan volt a kirajzás Moldova felé is, tehát amit mondott kérlek szépen a moldovai csángok felé, a gyimeseknek a benépesítése is onnan történt, és errefelé is. És ezzel csak engem bizonyít az, hogy elcsángáltak. Tehát a székely nyelvjárásban az elcsángálni, szóval, hogy elmenni, elhagyni a szülőföldet, ez nem kell. Nem. És akkor mindenhova elcsángáltak, és akkor ránk ragadt, hogy moldovai csángó, holott a moldovai ma csángónak nevezett, az nagyon jól tudjuk, hogy kun eredetileg. Ott volt a kumánia. Voltunk Törcsváron, és ott meglepődtünk, hogy ő nagyon messze van mondjuk a csángó falvaktól, legalább 25-30 kilométerre. Miért éppen ott volt a központja, hogy ott a törzsvári kapitány parancsolt, hogy így mondja, várkapitány a csángó, várjobbágyoknak, az különbség. Igen, a középkorban az átjáró, az Törcsvárnál volt. És a várat is tehát, vagy erődítményt, azt odaépítették. Tehát katonailag ez volt az a központ, amelyik mondjuk védte a bejárat déli, az ország déli határát. Ugyanis a tömösi és az ósánci szorosok azok sokkal későbben nyitották meg, valamikor az 1700-as évek végén. Kezdtek egyszerű primitív utakat a patak mederbe vágni. Itt vannak az asztalon nagyon érdekes üvegfestménynek ható negatívok, fényképnegatívok. Hogyan jutottál ezekhez, rendkívül becses
értékekhez. Érdekes dolog az, hogy szerencsére megmaradtak az üvegre felvett felvételek úgy három faluban, mint négy faluban. És ez egy komoly anyag. Én egy alkalommal az egyik betegemnél... Bocsánat, meg három falu, Zajzon, Tatran, Pürkeres. A három az Tatran, Zajzon, Pürkeres, és a négy falu, Bács falu, Türkös, Csernád falu, Hosszú falu. Ez az anyag több száz képen megvan. Ha a történet érdekes, talán Dióhéjban az, hogy egyik betegemnél voltam látogatóban, amikor arra kért, amikor megyek el, hogy doktor úr, legyen szíves, amikor megy hazafelé, ez dobja be a Tatrang vizébe, mert nekem ez útban van, itt összevágom a kezemet. Ez egy idős bácsi mondta a Tatrangon, hát én abban a pillanatban elfogadtam az ajánlatát, és a kép, és ezeket az üvegre felvett negatívumokat hazahoztam, hogy később megtudjam, hogy a négyfalvi anyag is megvan a seres gyűjteményben, és arra gondoltam, hogy ebből az anyagból egy nagyon szép képanyagot tudnánk kiadni hétfalural kapcsolatosan. Az eredeti ötlet, mondom még egyszer, a dr. Jakab Andrássy, aki önzetlenül támogat bennünket remek ötletekkel. Itt vagyunk Tatrangon, abban a csángó faluban, amelyben gyermekkoromban minden nyaramot töltöttem, nagybátyám családjánál, itt a hátam mögött levő házban. A csángó világot, életet, nehézséget, de a szépségét is ennek az életnek itt ismertem meg. Áj, kicsenyi! Jó napot kívánok, kedves néném! Hogy hívják maga? Engemet az uram után Szakál Irén, a születésem után Bálint. Bálint? Ide való Tatrangi? Ide való. És hallom, hogy tud egy balladát. Hát, van balladaféle. Ki írta azt? Forizs István. Ez a Forizs, ismerte Forizs István? Én ismertem. Ő nem volt munkaszolgálatos 45-ben? Nem, meghalt 45 előtt. 45 előtt? Meghalt rég. Ah, értem, mert több Forizs István volt, azt tudja? De tudja, tudom én azt, melyik Forizsra gondol maga. Na, az a de, nem. Téglagyáros. Nem az, nem az. Nem ez? Nem. Jó. Nem, hogy valami rokonság volt, igen. De... Hát a Forizsok mi rokonok, nem? Hát, és itt lakott ebben a házban? Nem, ebben lakott az öngyilkos lány. Az öngyilkos lány. Arról szól egy öngyilkos lányról? Igen. Na, elmondaná nekünk? Hát, hogy ne. Na. Fejér Anna bucsúja. Írta Forizs István, Tatrangi költő. Csángó Tatrangi költő. 1926-ban. Fejér Anna bucsúja. Öngyilkos lett szerelmi bánatában. Be kell következni, amit nem reméltem. Utolsó szavamot levélbe szedtem. Itt van már nem messze végzetemnek napja. Csalódott szerelmem, ez hajt engem oda. Nem mondok el mindent, nem vádolok senkit. Megbocsátok nekik, nem átkozok senkit. Megölte szívemet, nem bírok maradni. Visszajövök majdan őköt számon kérni. Szívem elrabolták, nem bírok maradni, lelkem hozzátok száll bocsánatot kérni. Isten veled, apám, s a bánta temető, gyógyító balzsamát elhozza az idő. És ha eljön egy nap az ítélet napja, találkozunk ott túl egymás után sorban. Isten veled, falu, legények, leányok, ne sírjatok, hogyha ravatalon láttok. És ha kivisztek a csendes temetőbe, írjatok fel ennyit egy kis fakeresztre. Fejér Anna nyugszik itt a sírölébe, a szerelem örvénye üldözte őt ide. S mivel boldogságát itt fenn elvesztette, eldobta életét, s halálba kereste.
Igen. Magának a konfirmálást, a verset, a Kóricz István, ez a Kóricz István? Igen, köszöntöm. Köszöntöm? Köszöntöm. Azt már nem tudja. De hogy ne? Na mondjál, legyen szíves, jó. Hogy ne tudnám. Adjon Isten. Kedves jó lelki pásztor, Szórádi tiszteletes volt a izénk, ismerte? Igen. Van magához egy pár szavunk. Fogadja el köszönetünk, amit föltár zsenge szívünk. Míg elménkben örömtudat, szívünk csupa jó indulat. Együtt súgjuk, együtt itten, áldja meg a nagy Úristen. Őrizze meg gondtól, bajtól, minden földi izgalmaktól. Tartós legyen egészsége, boldog legyen mindörökre. Teljesüljön legtöbb vágya, csendes legyen minden álma, s üzze a sors akárhova, áldott legyen minden nyoma. Áldott legyen szép családja, ahol honol boldogsága. Édes legyen a tűzhelye, hogy örüljön szíve, lelke. Együtt sugjuk, együtt itten, áldja meg a nagy Úristen. Továbbra a tanítókra áldást kérünk mindnyájukra. Ki volt a tanító akkor? Akkor sokan voltak. Hát, Pajor Árpád is volt? Tudja fene, nem tudja. Jó. És kedves jó szüleink, úgy szintén keresztüleink, akik híven gondoztatok, jó tanáccsal elláttatok, neveltetek féltő gonddal, talán sok-sok buvals bajjal. Szívünk kicsi, ajkunk gyönge, hogy ezt mind-mind megköszönje. Tolmácsoljuk-e pár szóval, Isten áldjon minden jóval. Írta a Forris István, a tatrangi költő Bálint Irénnek. Az maga? Az én vagyok. Jó. Bálint Irénnek 1930-ban. Majdnem minden faluban vannak Rigmus faragók, igaz? Van. Akik különböző jeles napokra, például mondjuk ugye a konfirmáció a, itten a tatrangi lányok, fiúknak. Igen. Vagy hát tegyük fel ilyen drámai eseményekkor, mint egy öngyilkosság, akkor ezt megverselik. Aztán ezekből lesz, ugye a nép alakítja tovább, már elfelejtődik a szerző, hát azért mondtam, tovább csiszolódik, ugye, mint a... Forris István írt a tatrangi költő. Tatrangi költő? Na, mert ugye formálódik. Ez sem tanulatlan ember volt, könyves volt. Igen. Nem volt iskolája. Nem volt rokon ennek a politikus Forrisnak? Lehet, hogy akkornak voltak, nem tudom. Ezek mind egy kórisok. Kedves gyerekek, tudjátok, mi a kakaslevés? Igen. Minden évben megtartjátok? Igen. Igen. És a ti osztályotok volt a kakaslövő az idén? Igen. Igen? És ki találtál a szívét a kakasnak? Te? Többen. Szoktál nyilazni? Igen. Igen? Ott azért volt gyakorlatod, igaz? És mit kap az, aki eltalálja a szívét a kakasnak? Combot. Mit? Kakasnak a combját. A combját? Igen. Meg is ettem? Igen. Örültek otthon, ha hazavittad, ugye? És énekeltek is a kakaslövés volt? Igen. Igen. Mit énekeltek? Sára néni énekelt? Nem? Hát akkor mit? Kakasos nautáról. Kakasos nautáról? És ez hogy volt? Na. Szólim már húsa magyar énekünk, már
csillagunk. Jó, hát még csak azt kérdezném meg, hogy csángók vagytok, vagy székek? Csángók. Mit jelent az, hogy csángók? Az erdővidék közel van ide, ugye? Igen. Igen, és ott hogy beszélnek az erdővidéken? Ugyanúgy, hogy ki? Szavakat ugyanúgy ejtik ki? Nem? Nem? Itt másként? Hát miben különböztök? Itt a románt keverik a magyarra. Románt keveritek a magyarról? Hát attól még a kiejtés nem változik. Hát miben nyilatkozik meg a ti magyarok? Szokás. Mire? Szokás. És azon kívül, főként, szokás lehet változtatni. Hát milyen, hogy beszéltek? Magyarul. Meg a nyelv őrzi meg? De. És a hippi? Ez a kettő? Igen. És ki volt itt ebben a faluban, az a falunak az a szülöttje, aki a magyar nyelvét, a legtöbbet, az, hogy te magyarul tanulsz iskolába, tulajdonképpen neki köszönhetjük. Ki volt az? A Falszecsőrjelm. Igen? Tudjátok, ki volt? Adjon Isten! Isten! Vendégre van egy szükség. Igen. Igen, akkor az jó. Segítségre! Hát azt is, azon is lehet szó. Adjon Isten, neked jön vagyok. Sajnod. Ahol a Romániáról tetszett számolni. Igen. Magyar adatva. Kivette. Igen? Mikor vettek ki? Velünk. Tehát, igen. Tehát azt mondta, hogy ezt a kötőt vegyem ki a szájamból. Jó. Ez így félteszik meg, hogy érjen munka, tovább, ez ugye? Ez férfi munka, de aha. A férjem nem szereti csinálni. Felviszik a parázsok, tudom, szárítani és tovább úgy beérlelődik, igaz? Teljes. Na tessék ott előbe. Jó, köszönjük szépen, tessék parancsolni. Hát kedves hálat. Tudja, miért jöttünk? Igen, ugye? Tudja? Ha honnan? Miért hát jöttünk? Jöttek már. Már jöttek el. Bejelentettük. A kémek már megmondták. Na jó. Rendben van. A faluban ugye az apácai Csere Jánost emlék, hát tudnak róla? Hát tudnak róla, de... Nem sokra becsülik? Hát becsülik, nem mondom. Csak az emberek úgy el vannak foglalva, hogy... Nincsenek pénzkeresettel, a megélhetéssel, ugye van mindenki foglalva, hogy hát mondjuk ünnepek. Most jó kezdik az apácai napok, ugye, mert akkor ott mindig előjön, ugye, hogy millenárium ünnepség is volt, hát ez volt a téma nálunk apácán, apácai Csere Jánossal kapcsolatban. Külön ünnepeltük, és lepleztek egy emléktáblát a szülőházon. Most jövünk az iskolából, beszélgettünk azzal a gyerekkel, egy hetedikessel, aki az idén eltalálta a kakas szívét. Okay. És látjuk itt a Sára néni saját kiadásában megjelent énekeskönyvben, hogy egy darabnak az a cím, hogy Kakaslövés. Okay. Hogy született meg ez az ének? Hát ez az ének úgy született meg, hogy gondoltam, hogy nagyon sok vendég érkezik minden évben a kakaslövésre, és mondjuk az a régi mondaszerű vers, amit ott elmondnak a gyermekek, hát abból nem sokat értnek a vendégek. Nagyon régies kifejezés, olyan, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy valamit megértsenek, és akkor gondoltam, hogy én így egy ilyen balladaszerű, dallamos énekbe összefoglalom, hogy mi is a tartalma annak neki, a kakaslövésnek. Ide gyűlt szép község, halljatok egy szóra,
mert még 12-t nem ütött az óra, nem ütött az óra. Régen hajdanában tatárjárás vala, félt remegett attól szegény jobbágy paraszt, szegény jobbágy paraszt. De védelmet nyújtott, várnak erős fala, oda menekült be szegény jobbágy paraszt, szegény jobbágy paraszt. Vár lakói között áruló is akadt, nem volt az más, mint egy nagy tarajú kakas, nagy tarajú kakas. Felbőszült a várnak apraja és nagyja, elítélte nyomban a vétkező kakast, a vétkező kakast. Vitézek lőttek rá nyílas puskájukkal, nagy tömeg kísérte utolsó útjára, utolsó útjára. Meg is ülték nyomban a kakasnak torát, rezes banda fújta halotti nótáját, halotti nótáját. Szegény kakas, szegény kakas. Na, ennyi az egész. Nagyon jó, mert a lényege benne van, ugye, hát, az áruló megbüntetése. Igen. Mikor kezdett éneket írni? Hát ugye a 70-es években. 70-es években? Igen. Zenét is szerzett hozzá? Hát a dallam, ugye én nem ismerek, tehát nagyon keveset ismerek, ha bár mondom, a leányaim zenét tanulnak, de én nagyon keveset ismerek, de így rögtön üztem a dallamot, így hovatartozásunkkal kapcsolatosan. Igen. Na hát írtam egy dalt, és ezt most elénekeljük. Na, azt akkor jó, rendben van. Erdélynek a déli részén, ott a nagy barcaságon, van egy falu Brassó mellett, Székelyfölddel határos. Apáca a falu neve, települése óta, lakossága csángó nemzet, székelységnek rokona. Csángóul vagy székely nyelven, magyarul beszél Ajka, akármilyen volt is sorsa, nemzetéhez hű marad. Na. Még így ezt szakad le.
Mondanom azt, hogy bennem sokszor ott van az a gondolat, ami Péterben ott a hegyen volt. Nekünk jó együtt lenni. Jó együtt lenni. És érezni valamennyünknek azt, egy az Isten, egy a hit, egy a keresség, egy a közben járó Isten és ember között, a mi Urunk Jézus Krisztus. És ez ad valamennyünk számára erőt a küzdelem. Szöcsele nagyon megcsökkent. Magyarság száma most körülbelül az én becslésem szerint úgy 20%-ot nem közelíti még. Csak a lakosság? Ez az én véleményem. Ez a kibutatás, amit itt közöltek, 20.000 ortodoxról és 8.000 magyarról beszél. Hát nincsen annyi. A 90 legfrissebb népszámla. Hát most én megmondom, mi a nem. Hát van 5 evangélikus. 5 evangélikus, 1 református, 1 katolikus egyház. Igen. Na most, Vácsfalu 1000-en alul van. 1000 lélekszámú alul. Türkös 1000-en alul van. Felszeg 1000-en alul van. A református 1000-en alul van, 700-ban. Tehát, hát itt valami 1500 szerepel. Csernádfalunak sincs a valóságban meg. A legnagyobb gyülekezetnek tartják Csernádfalut, de úgy körülbelül 1300, ha van, 1200 van. Na most a katolikus egyház eléggé nagy, mert a... De ezek új emberek, ezek nem csángók, úgy látom, kik? A katolikusok. Hát a katolikusok azok a beköltözöttek tulajdonképpen, és a katolikus egyháznak van 30 román lelke. Tisztelt közönség! Ünnepedülünk, amit látják, hozzá is készültünk. Derék fiúk, négy szép szál legények,
eljárják a boricát, ha kentek is akarják. Régi szívszokás ez Tatran völgyében, rengyen lábunk alatt a Vélföld örömében. A hétfalusi Csándor, hát Bukarestben dolgoztak, kocsisok voltak, sofőrök voltak, egyébként szekeresek, lejártak Konstantinápolyig, hordták a brassói kereskedők áruit. A mai ünnepség éppen azt jelképezte a szekerekkel való felvonulás, hogy az ősi mesterség itt a fuvarozás. Hát én Romániában, illetve Erdélyben 62 éves koromig éltem, 89-ben települtem át Magyarországra. Nyilvánvaló azóta is itt élek, lélekben, és figyelem a változásokat, ami itt történik. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy Csángó népünnepét rendeznek itten négy faluba, ami hát évtizedek óta nem volt ilyesmi. A románoknak két népünnepéjük is van, Brassóba óriási felvonulásokkal, itten Ósáncon is, tehát ez itten a hosszú falu mellett. Valamikor magyar ünnepségek is voltak Brassóban, minden évben magyar nap, amikor az egész város magyarsága fölvonult ilyen népünnepére, elől a különböző felekezetek papjai. De ezt utoljára csak 47-ben engedélyezték, aztán betiltották, és azóta sincs. Tehát én nagyon okos dolognak tartom, hogy itt a hétfalusiak, négyfalusiak nekifogtak, és létrehoztak egy eddig nem volt ünnepséget, amely kezd hagyományjá válni, amely ugye ide vonz Szatmárig és Sepsiszentgyörgyig és Medgyesig tánccsoportokat. Itt egymásnak bemutatják a művészetét, és főként erősödik a csángókban hát az önbizalom, mert a 80 esztendős kisebbségi sors itt nagyon meggyengítette hát a nemzeti tudatot, az önérzetet, az önbecsülést, kialakított egy kisebbségrendű tudatot, és ez ellen nagyszerű orvosság, saját értékeink megmutatása, persze nem senki ellen, de magunkért. Az egész kisebbségi magyar irodalomnak az a hitvallása, hogy ugye a nyelvet és a kultúrát ápolni, minél szélesebb körben elterjeszteni, tehát ez fegyverként használni a nyelvet. Az, ami máshol talán csak hát olyan szerszám, amit esetleg egyesek el is dobhatnak maguktól. Itt a nyelv egyben a nemzeti hovatartozást jelenti, az öntudatot jelenti. Nyelv nélkül nincs kisebb, nincs nemzetiség. Nincs nemzet sem, de nemzetiség különösen nincs. Éppen ezért itt rendkívül érzékenyek az írók a nyelvre. Hát gondoljunk Tamási Áronra, akinek a nyelvezete valósággal ugye újjáteremtett írói nyelv, de másokért a kortársaink közül, Sütő Andrisért, tehát mindenki a nyelvben él. Itt csak ugyan az én falumban, a művelődési otthonban a színpad fölé valamikor ki volt írva, nyelvében él a nemzet. Hát ebben fogalmazódik meg az én hát írói, újságírói célkitűzésem, hitvallásom. Kisebbségbe örülni nem nagyon lehet, mert nincs minek. Úgyhogy az állandó félelem, éppen ez a kibírhatatlan a kisebbségi sorsban, ezt én sokszor megírtam, hogy felmegyünk a Holdba, ma hónap a Marsba, más világrészeket fedezünk föl, de az, hogy egy csángó iskolában magyarul tanítsanak, az néha lehetetlenebb, mint fölmenni a Holdba. Hát ez a képtelenség, ugye a 20. század végének ez a kisebbségi politikája, ami különösen itt Kelet-Európában is jelesen Romániában érvényesül, de Szlovákiában is bizonyos fokig. Ugye ez az embereket, az emberekben egy állandó félelemérzetet kelt, és ez ami adott ponton kibírhatatlan. Tehát állandóan félni kell valamitől. Jó érzéssel tapasztalom, hogy sokkal nyíltabbak az emberek, bátrabbak. Tehát minden társadalmi, politikai körülmény ellenére ugye azért megmutatják magukat, fölvonulnak,
ugyebár a volt csánkószobor körül táncolnak, énekelnek, ami valamikor elképzelhetetlen volt. Ez a jó élményem nekem. Ez nem szomorú élmény, ez jó élmény számomra. De hát, mondtam, kisebbségi ember azt is keserű nevezik gondolásokat.